David Lynch, amerikai filmrendező, zenész, vizuális művész, Small Stories, Kis Történetek című fotókiállításával megnyílt a 3. Budapest Fotófesztivál a Műcsarnokban. A Budapesti Fotófesztivál a fővárosnak is egy szerelemprojekt. Azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy a főváros az egyik olyan partner, vagy az a partner, aki a kezdetektől ott állt a Budapesti Fotófesztivál mellett, és köszönhető a fotófesztivál munkatársainak, meg természetesen a helyszínt adó műcsarnoknak is, hogy ilyen színvonalas eseményekre gyűlhetünk össze most már évről évre. A szervezők a Műcsarnokban évről évre egy neves külföldi fotóművész tárlatával kápráztatják el a nagy közönséget. Én méltán állíthatom, hogy a tavalyi év egyik leglátványosabb fotókiállítása volt a Sandro Miller tárlat. Hihetetlen élmény volt John Malkovich személyes tárlatvezetése is, és a képek alapján, amelyek Lynchről készültek, itt majd egy kis csavar lesz a történetben, hiszen éppen Sandro Miller képei ezek. Ugyanekkor a kulturális attrakció ez a mostani vernisszázs is, ahol a Twin Peaks az 1990-es évek egyik legsikeresebb amerikai televíziós sorozata készítője, David Lynch szürreális világával ismerkedhetünk meg, és lesz lehetőségünk elutazni a valóságon túlra képeit megtekintve. A fesztiválnak 3. éve kiemelt célja, hogy a Budapesti Fotófesztivál ideje alatt a főváros pezsgő fotográfiai központtá, sőt tájékozódási ponttá váljon hazai és nemzetközi viszonylatban is, a fotográfiai szcénát és a közönséget rendszeresen összeterelve. Budapest pedig, és így egyben Magyarország, méltán büszke fotós múltjára és jelenére, a kortárs és a klasszikus magyar fotográfia értékeire. Reményeink szerint ez a mostani rendezvény is meghatározó szerepet játszik abban, hogy Budapestre, mint az európai fotóművészet egyik kiemelkedő helyszínére irányítsa majd még jobban a figyelmet. A fesztivál keretében többek között bemutatják a 37. Magyar Sajtófotó Pályázat díjnyertes alkotásait a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A Kitzeli Múzeum pedig a Távlatok Kortárs Magyar Tájképek című bemutatónak ad otthont. A Petőfi Irodalmi Múzeum 3 fotográfus bevonásával emlékezik meg Kányádi Sándor költőről, s a számos egyéb rendezvény mellett esténként szakmai programokkal várják az érdeklődőket. A fesztivál hivatalosan április 20-áig tart, de számos bemutató tovább is látogatható lesz.